kegyes volt hozzám az élet, mert adhatott volna nagyobb leckét is. Igen. Én ezt pontosan tudom rólad, Levi. De ez igaz lehet. Hát figyelj, itt van. Persze, hogy igaz. Tudod, hogy mi az alaptézis, hogy a lelked választotta ezt az életet? Tehát te aláírtad ezt a szerződést ott fönt, hogy de te nem, most ezt nem voltam jelen. Azok az ének, azok a területek itt most így eléggé nyitottá váltak. És úgy, ahogy azt én gondolom. Hát ennek örülök. Peller Marian vagyok. Mindig is érdekelt, vajon mi rejlik a látható, fizikai világon túl. Mert hiszem, hogy a csodák körülvesznek bennünket, és hogy a legnagyobb nehézségek leküzdésével tanuljuk a legtöbbet. Létezik egy olyan világ, amiről valamiért még csak suttogva merünk beszélni. Lelkünkben őrizzük legmélyebb titkainkat, melyeket nem tudnánk épésszel megmagyarázni, ezért inkább úgy teszünk, mintha meg sem történtek volna. Mostanáig. Mindenki másban vagy máshogyan hisz. Van, aki szellemet látott, van, aki angyalokkal beszélget, de van, aki minden nap imádkozik, mert úgy hiszi, segítséget kaphat. Minden műsorban egy ismert ember enged betekintést lelkének legféltettebb titkaiba. Beszélgetünk hitről, misztikumról és megmagyarázhatatlannak tűnő élményekről. Majd a beszélgetés egy pontján csatlakozik hozzánk egy avatott szakember, aki a szellem és lélek világában segít eligazodni, láthatatlan iránytűt adva az alany kezébe. Harsányi Levente olyan számomra, mint egy családtag. Úgy hozta a sors, hogy többször dolgozhattunk együtt, így bőven volt alkalmunk bizalmasan beszélgetni. Tudtam róla, hogy kemény dió már, ami a spirituális gondolkodást illeti. Mégis nagyon szerettem volna, hogy nyitottabbá váljon erre a szemléletre. Tudom, érzem, hogy jót tenne neki. Szia, Levi! Hello! Nem tudom, hogy mi szoktuk egyébként komolyan beszélgetni, nem? Tehát, hogy alapvetően azért mi már pár dolgot megbeszéltünk egymással komolyan, még ha röhögünk is közben. Egyrészt igen, másrészt meg azért százalékos arányban azt gondolom, ami komoly, komoly tartalmú beszélgetéseink, az mi 7% és 93%, ami nem annyira. De az is komoly, csak persze. Tehát nem elröhögjük, hanem humoros és nagyon kellemes beszélgetések, de mindegyik, az tény. Én nem azért mondom, de én van egy olyan ilyen elképzelésem, hogy mi ismerjük egymást régről, és most nem ebből az életből, tudom, majd mindjárt elmondhatod, hogy te mit gondolsz erről a dologról, de hogy nekem egy csomószor volt olyan élményem veled kapcsolatban, hogy olyan, mintha valami testvérszerűség lennél az életemben. Nagyon sok hasonlóságot érzek veled kapcsolatban. Ezelőtt hol találkozhattunk volna? Azt én nem tudom. Gyerekkoromban sokat vásároltam be közérbe, de milyen sokkal előbb születtem, mint te, valószínűleg ott nem. Nem. Máshol, az egész univerzumban valahol, máshol, más formában, abban én annyira nem hiszek, hogy még azelőtt, mielőtt mi megszületnénk, vagy születtünk volna valahol esetleg, de vagy lehet, hogy agyban, vagy rezonanciában valahol máshol mi egy hullámhosszon vagyunk és mozgunk. Ezt nem tudom most így alátámasztani, de hogy megvan ami közös utunk valahogy megmagyarázhatatlan módon, az tény és való. Akkor kicsit se hiszel abban, hogy többször élünk ezek szerint? Én nem. Oké, te miben hiszel? Ezt ennek kapcsán miben hiszel? Most azt gondolom, hogy abban lehet valami ráció, bár ez megint nem elvi kérdés, vagy nem racionális, hogy valahol mi valahonnan érkezhettünk, és lehet, hogy valahova tartunk, nem csak a földi létünk alatt, de nem tudok racionális magyarázatot, ezért nem hiszem, de ezt nem így kell nyilván kezelni. Ugyanakkor mondom, ebben az egyben talán van némi bizodalmam és hitem, hogy lehet, hogy van egy, nem tudom, egy társ lélek fogalom, vagy az, hogy valakiben valahol az ember tovább visz valamit. Ez a baj, hogy nem tudjuk, legalábbis, hogy én nem tudom, és nem hiszem. Ezért már elmozdultam arra az álláspontot, tudod, milyen voltam. Igen, tehát a 0 km/h, hogy én innen nem. Tehát én itt vagyok, és nincs más véleményt, nem fogadok el. De ezt abszolút már kezdem magamban egy picit átítatni, hogy mégis lehet, mert nem tudom, hogy hol és hogy milyen formában létezhetünk, léphetünk újra vissza, más gondolkodásban, vagy tanulva az előző életből, meg hibákból. Szerintem vannak olyan sarkalatos pontok az életedben, olyan történések, amik elgondolkodtatnak, ez minden emberében megvan. Ilyen volt talán, amikor édesapád már az élete vége felé járt, és a kórházban volt. Elmeséled nekem azt, hogy hogyan tudtál elbúcsúzni tőle úgy, hogy nem is tudtad, hogy ez tulajdonképpen egy búcsú? Hát igazából így, de ezt
én utólag tudtam meg, de lehet ez, amit te mondasz, hogy bementem hozzá, mint mindig látogatni a kórházba, és akkor beszélgettünk. De hogy volt ilyen beszélgetés előtte 5-8-10 nem tudom hány alkalommal. Tehát nem olyan beteg volt, hogy azt már prognosztizálni lehetett volna, hogy van 1 hét, 2 hét, tehát nem lehetett az valahogy szűkíteni az időt, hogy mennyi időt lesz még itt velünk, és valahogy elkezdtünk beszélgetni. És valahogy akkor még ezt is érintettük, még nagyon sok mindent, bárha tudtam volna az utolsó beszélgetés, akkor lett volna még kérdésem hozzá nagyon sok, de ennek ellenére, hogy nem tudtam, hogy az utolsó körülbelül egy 3 órát beszéltünk, nagyon sok mindenről, sok mindent érintettünk, adtam neki egy puszit, és eljöttem, és másnap hajnalban szóltak, hogy ő sajnos már befejezte az itt létet a Földön, és ez volt egy igazából egy ilyen tudatalatti búcsúzás és köszönés, és egyszer pont a Dévényi Tibivel beszéltem, Tibi bácsival beszéltem, és ő mondta, hogy neki is megvolt egy ilyen szerencsés búcsúzás, és ez eszembe jutott utána. És pont ő mondta, hogy milyen szerencsések lehetünk, ha kapunk egy olyan alkalmat, egy olyan lehetőséget, hogy akit tényleg a szívünkbe zártunk, és nagyon szeretjük, igazi szeretettel átítatva, hogy tőle el tudunk búcsúzni. És nekem ez egy ilyen szituáció volt. Nem is. Én tudod, hogy milyen vagyok, én nem gondolom, hogy ez szerencse. Én szerintem itt kaptál megint sugallatot, ahogy Dévényi Tibi bácsi sugallatot kapott, hogy akkor most kéne bemenni, vagy most kéne egy kicsit többet beszélgetni. Lehet. Van egy olyan barátom, aki a te férfi megfelelőd, aki szintén hisz ezekben szőke a gondolatokban. Nem, nagy fejű, és nem szőke, egy nagyon nagy darab kopasz srác, de nagyon régi jó barátom, és például ő az eleve elrendeltetés vonalon, meg az, hogy tényleg van célunk, és azért születünk, és úgy születünk, és oda, ahova, hogy az se biztos, hogy véletlen, hogy én abba a családba születtem, melyikbe, és te abba, és éppen Izlandon valaki egy másik családba, hogy ezek valahonnan jönnek. Uh-huh. És vele beszéltem, és nemrég volt egy műtétem, ami a szervezetemben felesleges, azt általában így megkérem az orvosokat, hogy vegyék ki, mint például nincs mandulám, és például epe műtét. És azt mondta, az epét azért műtötték, és vették ki, mindjárt rájössz, hogy miért mondtam ezt az egészet, mert hogy ez is, és nem szerencse, hanem ez is egy jel, hogy nagyon sok minden, ami bennem felgyülemlett, bosszúság, harag, nem tudom, bármi, amit én nem mondok ki. Én konfliktus kerülő vagyok, nem kimondó és nem kezelő ember, hogy ezeket én magamban hordoztam, és ez egy isteni szerencse, idézelve szerencse, hogy úgy reagált az élet, hogy ezt egy egyszerű műtétem, amit megoldották, ezt kivették a szervezetemből. Kegyes volt hozzám az élet, mert adhatott volna nagyobb leckét is. Igen. Azt mondtad, hogy mindenki valamiért beleszületik egy családba, most már ezen elgondolkodtál, hogy nem véletlenül... Én nem tudom, miért pont ide születtem, de ennek biztos oka van. De ezen meggondolkodtál? Tehát ezen én meggondolkodtál, hogy miért ő lett az anyukád, miért ő lett az apukád, miért ő lett a bátyád? Nem. Azon inkább, hogy miért, például, hogy én miért nem a világ másik részén, egy másik helyszínen, helyzet, más család gyermeke vagyok. Azt nem tudom, hogy miért pont ide, azon gondolom, hogy miért nem oda. Tehát miért nem egy afrikai családban vagyok én az egyik gyerek, aki most valahol éppen csinál valamit, vagy miért nem a Bad Brit fia, vagy nem tudom, szóval, hogy... De fordítva vagy bedrótozva, az Isten áldjon meg. Hát pont azon kéne gondolkodnod, hogy de miért ők? Na tehát ha végig gondolod a viszonyt, akkor ezen gondolkodhatnál is, az a durva, hogy jönne a válasz. Mi nem a Brad Pitt fia vagyok például? Hát egyrészt majdnem egyidősek vagytok, tehát lehet, hogy ez például egy kis probléma. De értem, amit mondasz. Azért, mert itt kell valamit megtanulnod ettől az anyától. Nagyon fontos, az egyik legfontosabb, hogy ő mit tanított neked ebben az életben. Hát, még ha az rossz is. Igen. Ettől az apától, aki azt gondolom, hogy mindennel együtt csodálatos apukád Abszolút. Volt. Ettől a testvérettől, akivel nem tudom pontosan milyen van viszonyod, azt tudom, hogy szereted őt, ebben biztos vagyok. Én mindenkit szeretek. Ne hazudj! Cristiano Ronaldot nem, de hogy tehát, az, igen, tehát a család, ugye, családtagokat kapjuk, velük nem igen. Nagyon, tehát kezelni kell csak a helyzetet, ott nem lehet cserélni. Igen, de tudod, hogy mi az alaptézis, hogy a lelked választotta ezt az életet.
Tehát te aláírtad ezt a szerződést ott fönt, hogy de te nem, most ezt nem voltam jelen. Tehát, nem én nem emlékszel. Én egy sorban álltam, és így menjen, és így lögtek. Azonban lehet, hogy nagyon racionálisan látom ezt az egészet, és ezt el kéne engedni. De ez nem baj, ezzel semmi baj nincs, mert nem biztos, hogy dolgod van ezzel az egész gondolatisággal, csak most, hogy ide kényszerítettek ebbe a beszélgetésbe. Viszont, ami még nagyon érdekel, másik újabb pont az életedben, az a gyerekeid születése. Tehát amikor te megláttad azt a nőt, akitől végül is két gyönyörű gyereket igen. született, akkor te tudtad, hogy na, megvan. Nem. És nem is terveztük. Tehát ez véletlenül, tehát gyakorlatilag véletlenül fogant meg? Igen. Nándi. A Nándi a nagyobbik fiam teljesen véletlenül, a kislányom már nem. Azt emlékszem, hogy vasárnap délután volt, és semmi jó műsor nem volt a tévében. Nem szörnyű volt. Vagy lenni. Még ugye ez sem indult el, ez a műsor. És hát mi más csinálni ilyenkor az ember? Úgyhogy igazából a Lilla kislányom születésének hát előszobája az ide vezethető vissza, de talán életem vagy életünk legjobb döntése volt. Nyilván a Nándi fiam is, de a kislányom az igen. És talán önmagam leképezését benne látom. Ha lehet abban hinni, hogy a gyerekek valahol valamelyik szülő részévé válnak, úgyhogy gondolkodásban, lélekben, felfogásban sorolhatnám, akkor én azt hiszem, hogy ez a kislányomnál ez megtörténhet, pedig ugye a férfi ember, apuka, ráadásul az első szülött fiúgyermek, hát képzeld azt 8. Henrik helyébe, hogy örült volna ennek. Igen. Hogy én azt hittem, hogy akkor majd ő vele, és hogy megyek focizni, és viszem ide, és de ez igaz is? És annyira nem. 10 éves, tehát ő simán alakulhat, lehet benne apa kép, meg százalék nagy mértékben, tehát ez még formálódhat. De én azt hiszem, hogyha főleg a két gyermek van, akkor az egyik szülő, a másik pedig másik szülő. Emlékszel, hogy erről sokat beszélgettünk a kislányodhoz fűződő viszonyodról is. Arra is emlékszel, hogy mit mondtam neked vele kapcsolatban, hogy mire lehet ő még jó neked ebben az életben, ami így hülyén hangzik, de hogy szerintem ő megtaníthat téged arra, hogy úgy Isten igazából helyre tedd a nőkhöz fűződő, nem is tudom, milyen viszonyodat, szeretett viszonyodat. Maximum még szebbé teheti, mert én a nőket nagyon tisztelem, imádom és szeretem. Egyrészt nélkülük nem lennék, másrészt pedig, hogy hát azt gondolom, minden férfinak ez kötelessége. Igen, ámen. De hogy ez így is van. Nyilván ez, hogy szüleim elváltak, és nekem édesapám nevelt. Nyilván az anya meg a nőképem nekem teljesen más, mint általában más embereknek. Erre gondoltam. Ez nem azt jelenti, hogy rossz, hanem ez akarva akaratlanul ilyenkor, ez súlyozottan az elvált szülőknél, arra nagyon kell figyelni. Nálunk nehéz volt azért, mert elég gyermek volt, nagyon, nagyon pici, hát mondjuk 5 éves, mikor ugye elváltak. És az anyukám az sokáig kimaradt az életemben, tehát nem az történt, mondjuk, ami mondjuk adott esetben egy jól értelmezett válás után, hogy találkoznak, és azért hetente, két hetente együtt vannak, és egyébként is nagyon sok hasznos időt töltenek együtt, a gyerekek és a szülők, hanem nekem ilyen 5-10 évre kimaradt. Tehát azért azt, hogy egy másik műsor lenne megmagyarázni, milyen anya nélkül felnőni, nem a legjobb. És hogy az apukám pedig nyilván mindent szeretett volna nekünk megadni, meg a nagymamáink, de hát szóval anya csak egy van, szóval azt azért úgy nagyon nem lehet, azt az applikációt nem lehet letölteni másnak, és azért ezzel egy erős küzdelem volt. Ami azt jelenti, hogy mivel nekem, tehát nem tudom, nem éltem át, nem élhettem át, lehet ennek is valamilyen üzenete van. Ezt én nem, valószínű. Biztos. Hogy milyen az, és ezt most nem akarom dramatizálni, milyen az, amikor szeretik az embert. Tehát azért úgy felnőni, hogy nincs egy anyai simogatás, egy átülelés, hát finoman szóval nehéz. Levi nagyon meglepett azzal, hogy milyen nyitottan állt Novák Lászlóhoz és a tarókártyához. De végül ő lepődött meg a legjobban, hogy ez a dolog mennyire működik. Na, kíváncsian várom. Most feltárulnak Harsányi Levente titkai. Ez óriási. Igen, ritka alkalom. Mi? Na, mesélj, Laci. A tarókét észre oszti kis arkánumokra, nagy arkánumokra, és 3 nagy arkánumot 20 állami ritka. Jó? Tehát már a lapoknak csak az 1/3, és te meg 4-ből 3-at húztál. És azoknak mindig ilyen erős igen, jelentősége azok, van? Uh-huh. Azok túlmutatnak mindig valamin. Hát kérem szépen. Na, te húzni is úgy tudsz. Nagyon jó, ez a bolond lapja, ez vagy, ezt a készletet hoztad a bolondot. Kihúztad a bolondot? Figyelj, az első helyen tudod mi van, ugye? Az, amit mindenki lát? Ami ennek te is igen. láttatod magad? Hát ez a te készleted, a bolondnak minden készlete megvan. Igen. Mert ha spirituálisan veszük, ő neki ez az első élete. Tehát mindent hozott, amivel megteremtették.
ez vagyok én, és ezt látják? Igen, és ezt látják is. Ilyennek látnak. Ez egy nagyon jó személyiség. Én boldog bolond vagyok. Tehát, hogy... De ez nem azt jelenti, hogy hülye vagy, hanem azt, hogy kreatív, hogy felül tudsz emelkedni. Nem, simán megy az úton, nincsenek félelmei, teszi, amit kell, kicsit deviáns. Tehát azért... Abszolút, ez alá kicsit. A kicsit kivenném ebből a mondatból. Jó. Tehát, hogy akár polgárt bukasztom is lehet a környezetén. Igen, ez de hát ezt tökéletes. Büszkén vállalod, még ilyennek is ismerünk. Igen. Ezt megbeszéltük. Ez viszont egy nagyon jó kis lap, azt jelenti, hogy valószínűleg a te készleted azért igen bölcs készlet, amiből te most csak ennyit mutatsz meg. Ez a taró legjobb lapja, ez a legmagasabb nagy arkánum. A jéghegyed, a tudatalattid, az összes tartalomból áll, amiből mindig valami följön, amivel épp dolgod van. Én ezt pontosan tudom rólad, Levi. De ez igaz lehet. Hát figyelj, itt van. Persze, hogy igaz. Persze, hogy igaz. Hisz kihúztam. De ezzel te nem kérkezsz, mert elvileg nem is tudod. Dehogy nem, azért érezheti. Hát képzeld, de... Hát a jéghegy csúcsát tudja. Egy fél mondatot? Igen, bocsánat. De vigyeztetek, nem elnézést, hogy nálam az esetek 90%-ában olyan visszajelzés érkezik rólam, ha valakivel találkozok személyesen, és egy kicsit beszélgetünk, hogy... Nem mondom a mondat másik részét, csak az elejét, hogy ezt nem is gondoltam volna. Tehát, hogy ez tipikus az, hogy bizonyos dolgokat, sőt, nagyon sok mindent magamból nagyon-nagyon ritkán mutatok meg. Az első kártya, az nagyon jól jellemez engem, hogy viszont, ha bekapcsolja valaki az rólam kialakított tévében a képet, akkor azt látja. Igen, de hát azért ez egy örvendetes sír. Tehát ez, hogy nem is gondoltam volna, azért ez egy jó mondat. Abszolút. Mert ugye azzal azért lehet kicsit úgy elvinni másfele. Elterelni a figyelmet. Igen. Amiről nem tudsz, hogy te sikeres ember vagy. Erről nem tudsz. Melyik az? Ez alap. Igen, ez a vakfoltod. Tehát, mert ez úgy sikeres, hogy érzelmileg sikeres, a szerelemben sikeres, a kapcsolataiban sikeres. És valószínű, hogy van ilyen, de nem biztos, hogy te ezt tudod. Tehát én azt ez mondanám, biztos, hogy nem biztos, hogy realizálódik ez a most az életedben, ezért vak volt, mert ezt te nem érzed. Ez egy sikeres kapcsolatot mutat. Most direkt, te egy sikeres kapcsolatban érzed jól magad. De várjál, nem. Tehát értem, hogy erről nem tudsz, és értem, hogy most azt mondod, hogy de hát miről beszélünk, de miről beszélgetünk, amióta találkoztunk, csak nem a kamerák előtt, hát, Levi. Hogy vegyem észre. Igen. Igen. Mm-hmm. És ezt nem én húztam ki neked, hogy igen, most akkor Laci ezt nagyon mondja. Nagyon érzelmes lap, de ez vak volt, tehát ebben nem is akarsz foglalkozni. De foglalkozzál már vele, az Isten nyomban. De igaz, ezt évek óta mondja nekem, hogy de így sem is megerősítesz, így már lehet, hogy azt mondom, hogy... Te neked tényleg egy tarókártyás asztrologusra volt szükséged arra, hogy ezen elgondolkod. Te hiszek neked is, de azért ez mégis. Most mondanám, hogy ott van feketén-fehéren, de hát színes. Hát igen, meg ott egy tízes is, de az meg ugye számisztikailag azt mondja, hogy ezt meg is tudnád teremteni, ha foglalkoznál vele. Igen. Mert az egyes a teremtés, a nulla meg a semmi. De ha én teremtek a nullába, akkor ez belőle valami. Csak még odáig nem jutottál el, hogy ezt megteremt. Ezt szerintem én tudatosan zárom be. Lehet. És nem nyitom, ezt a kaput nem nyitom ki. Ha. Jó, hát lesz, mint gondolkodnod, ha majd jó. Hajlandó lesz. Ez jó, szeretem ezt, ez most jó. Na most, amit el akarsz előrünk rejteni, azok a kétségeid. Örökös kétségek. Most ne nézzem. Mert a hold két kétség. A hold, hogyha a képet megnézzük, akkor ugye ott van két kutya. Igen. A nagy érzelmek. Hát most eleve nem akarod, hogy tudják, hogy neked nagy érzelmeid vannak, meg azt se akarod, hogy az érzelmekkel nagyon foglalkozzál. Tehát valószínűleg ezt el akarod rejteni. Úgy előlünk, ugye ezt rejtekének hívják, hát mit keres ott a hold? A hold az egy nagyon érzékeny, érzelmes lap. Olyan, mint mondjuk egy nőnél a napot akarja elrejteni. Ugye te a holdat akarod, tehát a női oldaladat nem akarod megmutatni. Pedig hát van. Te kihúztad. Én tudom, hogy van.
Csak tényleg nem. És nagy arkánum, tudod, ezek nagy jelentőségű dolgok, mert kiúszhattál volna, mit tudom, egy kis érmékötöst, vagy kelyhekötöst, az is köbben azt jelenti, csak nincs a nagy, nagy tartalma. Tehát jóval kevesebb a mögötte, mint a mögött. Tehát ez erről lehetne hogy... beszélni sokáig. Igen, aha. Ez ritka. Hogy ezt a három nagy, nagy lapot, nagy jelentőségű lapot kiúztam? De hát akkor ez sem véletlen, hogy ezeket húztam ki. Hát én sem. Én nem hiszek a véletlen. Igen, tudod, hát... tudod, mi máshogy gondolkodunk a véletlenről, jó, és hát egy... próbálok így behúzni ebbe a világ. Kellett egy ilyen hitetlen, tudod, hogy elmegyek, na őt sem hívjuk meg legközelebb. De hogy az a, az a nagy helyzet, hogy ez, ez szinte 100%-ban az, ami, ami én, vagy amit én gondolok és tudok magamról, hogy azok, azok az ének, azok a, azok a területek itt most így eléggé nyitottá váltak. És úgy, ahogy azt én gondolom. Mert ennek örülök. Hogy... És látod, megint az, hogy ugye ebben én nem akarok hinni, majd tudatosan nem, zárok kell dolgokat, várjál, ugyanakkor meg ráébreszt arra, ráébresztettetek arra, hogy bizony kellene. Tehát legalább egy kis ablakot, ugye ezt a fortocskát, ami a nagy ablakban a kicsi, legalább azt nyissam ki, és néha kandikál ki, kukucskál ki, hogy na, tehát hogy játszanak az udvaron, tehát nem csak így. Igen, de hidd el ezt, ha így csinálnád, tehát ezeket tudnád jól használni, az nem olyan fárasztó. Tehát fárasztóbb elrejteni, nem tudomásul venni, tehát az, az nagyobb kihívás egy életben, mint megmutatni magam. Ezt én nagyon köszönöm, ez... Ez nagyon, egyrészt nagyon elgondolkodtató, és jó szembesítés volt önmagammal, hogy, hogy, hogy tehát ezek igaz. És főleg, hogy három nagyot kihúzni, tehát akkor ez innen... Igen, tényleg nagyon. Az... Ugye ennek, tehát, hogy tényleg jelentőségteljes, és fontos jelentősége van, és annyira tudod, milyen vagyok. Tehát... Hogy örülsz, hogy bebizonyosodott? Hogy... Nem, nem, annak örülök, hogy ezeket most hallod. Mert azt gondolom, hogy ismerlek annyira, hogy ezeken te utána gondolkodni fogsz. Abszolút. Én leginkább ezen a kettőn gondolkodnék. Igen. Hát mert azok kemény érzelmek mind a kettő. Igen, hát ez, lehet, hogy ez a gyerekkortól biztos vezethető, hogy ott nem kaptam, viszont nagyon nagy igény lett volna rá bennem a szeretetre. Uh-huh. Tehát azt, hogy, hogy valahogy kapjak, mert én érdekes, ugyebár mikor van nálunk karácsony ünnep, és hasonló ünnepnapok, akkor nekem, ezt múltkor meg is kaptam a fejem, ez, hogy velem nem jó ilyen szempontból, mert hogy én inkább szeretek adni. Tehát, hogy én milyen ajándékot kapok, az engem sok esetben nem is érdekel. Mert hogy én azt szeretem látni más embereken, hogy örülnek annak, amit én adtam nekik. Ezek után Levente hagyta magát sodortatni az árral, így kíváncsian hallgatta, milyen kapcsolat fűzi őt Lillához, a kislányához. Ő nagyon sokat fog rajtad változtatni. Ez egy ez változást igénylő nap. Most, ha egy kapcsolatban jön ki, akkor a túloldaltól akar változást kérni, és nálad ott van az ego, elme, a szellemiség, mert ugye a levegőség az ezekről szól, és a kard az levegő. Ez viszont a halál nagy arkánum azt mondja, hogy addig nem kerülök hozzád körül, míg nem változol meg. Tehát egy változtatásra fog téged kényszeríteni, de szerintem én ezt már a szemeiből látom. Most nem azért, mert úgy érzem, hogy te már változol. Tehát ez a kislány teljesen totálisan meg fog változtatni. Tehát az, amit tegyek, ez nagyon jó. Két nagy arkánum, három nagy arkánum. Tehát a fizikai szint meg tüzes. Tehát így nagyon jó tüzesen állgattak egymással. Itt pezsgés van, élet van, ezt csinálunk, azt csinálunk. Ezt fogod nehezen megélni, mert hát itt meg kell változni. De ha azt mondod, hogy már elindult, akkor lehet, hogy nem lesz annyira nagyon nehéz. Nyilván ez nem egy visszaigazolás, de önmagamnak kell, mindig elmondom, de ezt például kimondom, de nem feltétlen mindig, de hogy nekem az a legfontosabb küldetésem, és egyébként mióta ő megszületett, fajsúlyosan van ő és a Nándi fiam, és igazából, ahogy szokták mondani, tényleg megszűnt körülöttem a világ. Semmi nem érdekel, annyira rájuk összpontosítok, és figyelek, és koncentrálok. Belül nekem az nagyon, nyilván azért, mert ugye az én gyermekkorom, hogy elvált szülő, meg ott a család nem volt, meg az a családkép, meg az a szeretet, hogy én azt szeretném, ha ők mindent ilyen formában. Igen, de neked valahol ez azért nehéz. Tehát ez a... Nagyon.
hasznos volt, és nagyon-nagyon élveztem. Azért tudod, hogy én ezt ritkán mondom, de lehet, hogy meg kell változnom a tekintetben is, de hogy jó volt. És velem jót tett, és velem ritkán tesznek jót, én ezt ritkán kapom, ezt a szeretetet, úgyhogy jó volt nagyon. Az ilyen beszélgetésekért és szeretetteljes pillanatokért érdemes csinálni ezt a műsort. Mert nagyon is van helye a szkepticizmusnak a műsorban és az életünkben is. De ha úgy döntünk, hogy mégis kinyitjuk azt a bizonyos pici ablakot, akkor egy egészen új világ tárul fel előttünk. Ebben a világban van értelme a rossznak mondott dolgoknak is, és még nagyobb ereje van a hétköznapi csodáknak.